Mondhatni teljes egészében korszerűsítették a Weber-Ferenc stadiont Nagymányokon, a mintegy 100 éves épületet utoljára 40 éve újították fel, úgyhogy ráfért már a renoválás, mondja a polgármester. Jelenleg az egyesületnek körülbelül 100 tagja van, én szerintem ez elég szép szám. Ugye van a felnőtt csapat, sajnos ifi csapatunk az idei szezonban nincs, de utánpótlásból van azt hiszem 4 korosztályban is utánpótlás csapat, rendszeresen járnak edzésre, szinte minden nap van edzés, pálya állapota tökéletes. Meg ez szerintem egy komoly csapatszellemet is ad az embereknek, összetartást. Bízunk benne, hogy a jövőben is így lesz, és csak bővülni fog a létszám az egyesületnek. A közel 60 millió forintos támogatásnak köszönhetően az épület teljes belső és külső felújítása megtörtént. Korszerűsítették a vizes blokkokat, az öltözőket, a nézőteret, emellett megújult az objektum tetőszerkezete és a teljes homlokzat is. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy egy régi álom válhatott valóra. Kulturált feltételeket teremtettek a hazai csapatnak és a vendégeknek egyaránt. Úgyhogy reméljük azt, hogy a Nagymányok sikerrel veszi majd a bajnokságot is. Most megmondom őszintén, nem tudom, hogy kinek drukkoljak, mert Mányokon vagyunk, de ugyanakkor Bonyhád egyik csapata, a Börzsöny az ellenfél, úgyhogy én majd meghúzódom egy sarokban. A nagymányoki csapat végül győzelemmel koronázta meg a megújult Weber-Ferenc stadion ünnepélyes átadóját.